Nagyon szépen köszönöm, igazgató úr, hogy eljött. Természetesen ismét pénzügyekben, és hát nem akarom itt elviccelni a dolgot, természetesen idézőjelben mondom, hogy rossz pénz nem vész el, mert találkoztunk mi már korábban is, mert hogy a Nemzeti Banknak hát olyan érem kínálata van emlékérmekből évről évre, hogy az tényleg csodálatos, és úgy tudom, hogy viszik is, veszik is mindenfelé. De most szeretném azzal kezdeni mindenféleképpen, hogy az idei program az már megvan, és ha jól emlékszem, akkor 14 tematika és 24 emlékérem. Akkor először tisztázzuk azt, mielőtt még rátérnénk az érmekre, hogy miből vannak az érmek, fémből, miből, hogyan? Igen, hát az érmék fémből vannak. Most, hogyha emlékérmékről beszélünk, akkor az kibocsátásonként változhat. Az emlékérméknek a jelentős része, amit a Nemzeti Bank kibocsát, az nemes fémből készült, tehát ritkábban arany, gyakrabban ezüst, és mindegyik esetben szoktak kísérni ezeket a nemes fém kibocsátásokat ugyanazzal a megjelenéssel, ugyanazzal a grafikával, egy színes fémből készült változat, ami értelemszerűen olcsóbb, mint a másik kettő, de azért, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen, aki gyűjtő és érdeklődik az érmék iránt, ezeket a színes fém változatokat is igénylik a gyűjtők. Egyébként, hogy is mondjam, csak a kereslet kínálat, de én úgy tudom, hogy emelkedik a gyűjtők száma is, és évről évre, szóval nagyon nagy siker tényleg, amiket a Nemzeti Bank itt kiad. Hát bizony nagy siker, hála Istennek, mert mondhatom azt, hogy szinte az összes érmény, amit az elmúlt évben is kibocsátottunk, az elfogyott a gyűjtők körében. Már csak néhány darab van mutatóban. Még szerencse itt mutatóban azért tudunk majd innen hát is előszedni. Igen, ezek között is van olyan, amiből már nincsen. Na most én nem akarok nagyon visszamenni a múltba és a régi érmekre, hanem inkább maradjunk a jelennél, mert hát sok-sok évforduló van. Most itt vagyunk Petőfi 200, meg a Himnusz 200. évfordulója, amiről kevesebb szó esett a szabadságharc, forradalom és szabadságharc, annak is 175, és hát ugye Csokonai Vitéz Mihályról sem feledkezzünk meg, mert neki meg, ha jól tudom, vagy jól emlékszem, 250. Igen. Na most ez ügyben, most tovább nem sorolom, mert nem is tudom tovább sorolni egyébként. A 14 érme és annak a változatai. Na de annyi, de ezekről az említettekről ugye mindenről szól. Vagy van. Érem. Igen, természetesen. Ez a 14 érem, ez előttünk van, tehát igen, majd ebben az évben fogja a jegybank kibocsátani. Mindig a kibocsátást a megelőző évben egy konzultáció előzi meg, tehát a jegybank miután döntés született arról, hogy milyen irányba, milyen éppen megemlékezésre méltó évfordulók vagy események vannak az adott időszakban, az erre vonatkozó javaslatot a jegybank a honlapján közé teszi, és hát várjuk ilyenkor mindig a gyűjtőknek is elsősorban, meg az érdeklődőknek a véleményét, és ez alapján véglegesedik mindig az a program, ami aztán a következő évben megvalósításra kerül. Akkor ez azt jelenti, hogy most 2023-at írunk, akkor ez szinte majd mondhatom azt, hogy majd, hogy nem éves program, mert itt folyamatos. Ez egy éves program, így van. Így van. Az év során már ezeket tovább gazdagítani, hát csak nagyon ritkán van egyáltalán módunk technológiai okok miatt, mert ugye az persze a pénzverő, amely ezeket az érméket készíti, az a forgalmi érméket is gyártja, és hát emellett ezeket az emlékérméket. Meg hát az sem semmi, ahogy mondani szokták, hogy ezeket meg kell tervezni, itt vannak grafikusok, akik dolgoznak ezen, grafikusok, festők legalábbis, ahogy tudom. Na most akkor mire hívná föl igazgató úr itt mondjuk a figyelmet? Nekem egy eszembe jutott, de ez teljesen mellékesen, mert 2 vagy 3 héttel ezelőtt vendégünk volt a Hortobágyi Nemzeti Parknak, az igazgató helyettese, mert hogy 50 éves a Hortobágyi Nemzeti Park, és valahol, vagy ő mondta, vagy én olvastam, hogy ezzel kapcsolatban is van elképzelés. Hát igen, az egyes érméknek a tematikáját illetően érdemes tulajdonképpen áttekinteni azt, hogy milyen érmék kibocsátásra kerül sor. De ha úgy tette fel a kérdés, hogy mi az, amit el szeretnék mondani, igen, akkor azt mindenféleképpen, erről már talán korábbi beszélgetések során is esett szó, hogy
Ugye az emlékérméknek a funkciója az elsősorban, ahogy a nevében benne van, a megemlékezés. Igen. Valamilyen jeles eseményről, alkalomról, évfordulóról, személyről. De ezek a Nemzeti Bank által kibocsátott emlékérmék, és csak a Nemzeti Bank által kibocsátott emlékérmék, azok törvényes fizetőeszközként kerülnek kibocsátásra, ami azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank bármikor az idők folyamán, évtizedek múlva is azt az értékét az érmének, ami rá van írva, a névértékét az érmének megtéríti. Ez a nem jegybanki kibocsátású érmék, mert sok mindenki készít még az országban érméket, esetében nyilván ilyen garancia nincsen mögötte, amit egyszer megvette az ember, az vagy szerencséje van, és majd a gyűjtői értéke növekszik, vagy pedig hát nem. Tehát egy jegybanki garancia van a kibocsátása mögött. Ami ezzel kapcsolatban, és amiért ezt megemlítettem, újdonsága az, hogy ugye, mint törvényes fizetőeszköz, ez elvileg a forgalomban is felhasználható fizetésre. De hogyha majd itt megnézzük, hogy milyen érméket hoztam magammal, ami mindegyik törvényes fizetőeszköz, mondjuk ez a mRNA-s vakcináról, igen, való megemlékezés, illetve a fejlesztőkről, köztük Karikó Katalinról, igen, is szól ez az érme. Ez az érme egy forgalmi emlékérme, 3000 forintos névértékkel bír, ami, igen, a kezemben van, és sajnos volt olyan gyakorlat, hogy valaki ilyen érmével ment be, most csak hasraütve mondom, valamelyik áruházba, és vett érte bármit is, 8 darab zsömlét, vagy 10 deka felvágottat, és ezzel fizetett, ami nyilván ellentétes azzal a szellemiséggel, meg azzal a gyűjtői magatartással, amiért a gyűjtők gyűjtik ezeket az, igen, érméket. A jegybank törvény most megváltozott, és továbbra is törvényes fizetőeszköznek minősülnek a forgalmi emlékérmék, de visszautasítható a hétköznapi készpénzes tranzakciók során, uh-huh, ennek az elfogadása. Szerencsétlen pénztárosok, akiknek ugye ott a hosszú sorokat is ki kell szolgálni, nekik nem áll módjukban a Nemzeti Bank által valaha is kibocsátott valamennyi emlékérmét megismerni. Na most én ezt fölemeltem, ha már említette Karikó Katalint, de hát majd ezt megmutatjuk külön-külön is, de hát annyi időnk úgy sincs, hogy egyenként végigmenjünk az egészen. Persze. De ezt csak azért vettem föl, mert az emlékéremről és a fizetőeszközökről általában az jut eszébe az embereknek, hogy kerek, mint a forint. Ez pedig szögletes. Szóval akkor azt hiszem, hogy nem tudom, volt-e, nyilván volt, de hogy ilyen is van, 6 szögletű is van, azért ez mindenféleképpen jó. Hát ma már a klasszikus, a tradicionális dizájn az azért tágabb kereteket ölt, ugye? Tehát nem csak, nem csak kör alakúak az érmék, hanem sok mindenféle változat. A lényeg az, hogy esztétikus legyen, és azok a kellékek, amelyek a kibocsátáshoz szükségesek, azok szerepeljenek. És rajta. Még egy, azt mondja, 5000 forint Magyarország. Ez az aranybulláról. Aranybulla, igen, ezt most csak azért emeltem föl pedig, mert itt van ilyen kicsi is, igen, meg van itt is, és akkor azt a grafikus vagy a tervező kidönti el, hogy a mérete milyen legyen. Hát erre egy elég komoly grémium szakértőkből, tervezőkből, gyártóból is értelemszerűen, mert amit hát megálmod a tervező, azt le kell tudni gyártani a pénzverdébe. És ebben az esetben nem ötletszerű volt például ennek a méretnek a meghatározása, ez egyik legnagyobb forgalmi emlékérménk, ez a méret több mint 6 cm, hanem ez az érme méret, ez megegyezik az aranybullán lévő függő pecsétnek a méretével, pontosan ugyanakkora. Igen. És ehhez egyébként ez is még a kuriózuma ennek az érmének, társul egy kis aranyérme, igen, amely szintén megtalálható, amelynek ez a, igen, motivum megtalálható ezen a nagy érmén, és elvileg én most nem szeretném ezt majd kibontani, nem. Mert ez egy aranyérme, és ezt már kesztyűvel illik, igen, megfogni, de ide belehelyezhető, és hogyha valaki úgy akarja tárolni, nagy kicsit jó, megdöntve, akkor akár együtt is, de akár külön. Na jó, igazgató úr, az időpénz, és nem akarom én ezzel itt elviccelni, de hát akkor említettük az évfordulókat, nagyon jól tudom, hogy különféle találmányokról, felfedezőkről, arról is vannak, sőt, emlékszem még,
tavalyról, meg korábbról is a népmesékről, meg a rajzfilmekkel, a postával együtt kiadtak bélyeget, akkor volt emlékérem, de akkor beszéljünk most arról egy picit, mert néhány héttel ezelőtt itt Magyarországon elkaptak, nem tudom, 2 vagy 3 embert, hogy hamisították a 20 000-eseket. Szóval a pénzhamisítás az azt hittük már, hogy nem nagyon van, de van mindenhol a világon, és ezt én most azért kérdezem, mert 2014-ben emlékezetem szerint erről beszéltünk, kezdett megújulni a bankjegy sorozat, ahol mindenféle látható, meg nem látható, különféle védelmi jegyek voltak. Na most látom, hogy hozott itt ilyen pénzt. Ez az 500-as, ez hamis vagy igazi? Ez mind, hát, amit magamnál tartok, az mindig valódi. Jó. De akkor azért hadd kérdezzem változatlanul, hogy tulajdonképpen hogy lehet felismerni azt, hogyha hamis a pénz, mert mondjuk a közérben a pénztáros így fölemeli a lámpa elé, aztán belenéz. Mit lát? Igen. Mielőtt erre válaszolnék, csak egy pár mondatban arra reagálnék, hogy ugye 2014-ben beszéltünk róla, akkor az a kezdete Igen. volt az új sorozat kibocsátásának. Ezt én kiteszem. Igen. Azóta azt mondhatom, hogy most már évek óta egy ilyen kegyelmi állapotban vagyunk a hamisítást illetően, mert mondhatom azt, hogy szinte sosem volt ilyen kedvező a készpénz hamisításnak a helyzete. Egy akár csak egy évtizeddel korábban még ezres nagyságrendben fordultak elő hamis pénzek. Az elmúlt évben alig volt 400 darab, és hát ennek az értéke, a forgalomból kiszűrt hamis bankjegyeknek az értéke az a 2 millió forintot alig ért el éves szinten. Tehát ez egy ragyogó eredménynek tekinthető, ami reményeink szerint azon túlmenően, hogy nyilván a készpénzkímélő eszközök is előtérbe kerültek az utóbbi időkben, köszönhető azoknak a biztonsági elemeknek, amelyek és azoknak a korszerű bankjegyeknek, amiket használunk. Hétköznapokban, ahogy ön is említette, az átlagembernél, amikor fizet, a normális embernél, szoktam mondani, hogy nincsenek segédeszközök, de az érzékszervi vizsgálatokkal, magyarul rátekintéssel, tehát meg kell nézni, hogy az van-e rajta, aki. Ha kézzel végig tapintunk rajta, akkor azt, hogy az a magas festékréteg az érzékelhető a bankjelken. Ha fény felé tartjuk, akkor van-e benne vízjel, annak a személynek a képe, aki a bankjegyre nyomtatva is van. Ráadásul az egyszerűség kedvére a korábbi sorozathoz képest a vízjel mellett még ott szerepel mindig az értékjelzés is a vízjel formában. És hát persze azok, akik hivatásszerűen foglalkoznak készpénzkezeléssel, azok számára a UV lámpa alatt még ragyogó biztonsági elemek találhatók a szószoros értelmében. Jó, akkor 3 percünk van még, de ezt mindenféleképpen meg akartam kérdezni, azért is rakosgattam ide. Miből van ez? Mert azt mondjuk, ugye nyelvhasználatban, hogy papírpénz. De hát ezt nem hissem, hogy olyan papír, mint egy A4-esből le lehessen hamisítani. Hát az messze nem olyan, persze. Hát szóval az nagyon egyszerű feladat lenne. Ez mintha textil is lenne, vagy miből van? Az írónyomó papírok, amiket a hétköznapokban, vagy ami ön előtt is van, azok klasszikus módon cellulózból készülnek. És ezek? Ezek gyapott cellulózból készülnek, tehát a textiliparban is használatos rostokat alkalmaznak mindig a bankjegypapírgyártáshoz. Gyapotthoz szoktak még lent vagy kendert keverni kisebb mennyiségben, amerikai dollárhoz különösen. A miénk az tiszta gyapotból van, ennek köszönhető az a fogása, amit az ember érzékel, az a különleges fogása. Másrészt pedig hát az a ellenálló képessége, amivel ellen tud állni azoknak a behatásoknak, hogy összehajtjuk, megfogjuk vizes vagy bármilyen kézzel, tehát elrakjuk ketté, negyed részbe hajtogatjuk, ezeknek mind-mind ellen tud állni. Értem. Na hát akkor azt most már tényleg itt az utolsó 1-2 percben, ha valaki véletlenül észreveszi otthon, hogy hamis pénzt kapott vissza a közértben, akkor azzal nyugodtan gondolom befáradhat az oda vonatkozó helyre, és akkor mondjuk nem tartóztatják le, hogy miért van nála hamis pénz. Nem, hát azt be lehet váltani. Sőt, kifejezetten ezt lehet ajánlani, hogy az első hitelintézeti vagy kereskedelmi banki pénztárba fáradjon be, és Igen. ott kéri a vizsgálatot. Mindenféle csiripelnek a verebek, muszáj megkérdezni, igen vagy nem, 2023 lesz-e 30 000-es? Nem. Nem, köszönöm, akkor ez így megvan mindenféleképpen. Ezek szerint nincs tervben az, hogy itt most a 20 000-esnél nagyobb
értékű pénz jöjjön. Nincsen. És a fémpénzeknél, mert a fémpénzeknél is volt emlékszem változás, a százasnál is kétszerben, ugyanúgy néz ki, csak nem ugyanabból az anyagból volt, akkor ott sincs az, hogy hirtelennyében mondjuk az 500-as papír helyett jöjjön egy fém. Igen, folyamatosan vizsgáljuk az egyes címleteknek a forgalmi szerepét, hogyan vesznek részt a forgalomban. Jelenleg egyelőre még nincsen napirenden egyiknek sem a cseréje, vagy a megváltoztatása, vagy a bevonása a forgalomból. Az érmesor, illetve az a bankjegysor, amelyet napjainkban használunk, az jelenleg megfelel azoknak a kívánalmaknak, amelyekkel a forgalmi igényeket ki tudjuk elégíteni. Kár, hogy otthon felejtettem, de hát ön ezt sokkal jobban tudja, nekem még gyerekkoromban van olyan két filéresem, aminek lyukas volt a közepe. De hát azt most nem hoztam el. Jó, hát akkor én azt hiszem, hogy megnyugtatott mindenkit, hogy azért a hamis pénzforgalom az, hogy úgy mondjam, csökkent jelentősen. Nem kell senkinek attól rettegni, hogy léptenyomó hamis pénzbe fog botlani. Inkább az a ritkaság, akik szerencsére azt tudom. És ahogy én tudom, tényleg van egy ilyen hamisítást, vagy hamis pénzt megelőző stratégia és mindenféle. Szóval azért erre odafigyelnek, gondolom, a szakemberek is nagyon. Nálunk a fejlesztési folyamat hogy a szót ismételjek, folyamatos, és állandóan azon törik a szakembereink a fejüket, hogy ha a szükség úgy hozna, akkor milyen irányban célszerű tovább lépni. Tényleg fél perc. A magyar pénz, most nem csak erre gondolok, a papír vagy fém, hanem egyáltalán most nem csak az értékére, hanem az állóságára is. Mennyire felel meg a nemzetközi pénzpiacon? Szóval most úgy értem, hogy ez a fajta tízezres, a papír, ez van-e olyan ütésálló, mint mit tudom én, egy dollár, vagy akármelyik másik, vagy euró? Úgy gondolom, hogy igen. Tehát azok a, most már vannak azért tapasztalataink a 14-es kibocsátás kezdete óta, hogy hogyan viselkednek az új bankjegyek a forgalomban, és azt mondhatom, hogy a korábbi sorozathoz képest, amelyet a címleteit lecseréltük, ahhoz képest sokkal jobb eredmény, tehát hosszabb ideig bírják a forgalmi hatásokat, és ugyanakkor a különböző rajta alkalmazott megoldások, biztonsági elemek is állják a versenyt, úgy gondolom, hogy bármely más valutával való összehasonlításban. Nyilván nem szoktuk azért összehasonlítani a világ valutákkal. Na jó. De állják a nemzetközi összehasonlításban is a verseny. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Külön azt, hogy meg tudtuk nézni ezeket a pénzeket, és a megnyugtató szavakat. Örülök neki, köszönöm szépen.